E, szóval általában így egy megalapozott e, döntés alapján nézzünk meg videókat a Nessai reacts -hez. Az Antikrisztus 10 parancsolata című tartalmat, amit a Factor Fiction töltött föl, Hát én így megmondom, őszintén fogalmam sincs, hogy miért döntöttem úgy, hogy ez jó lesz nekünk, de valószínűleg ti küldtétek Discordon, hogy nem tudtam -e ellenállni a Fail árnyéknak, vagy a 446 ezer megtekintésnek nem tudom, de most belemegyünk itt a csúnyaságokba, srácok, küldöm nektek abban a pillanatban az eredeti videó linkjét, és hát megnézzük, hogy. Euh, e, 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 hát nem tudom, hogy mire számítsak. Nézzük meg! Csaben Vlog. Na várja, ez akkor át lett nevezve ez a csatorna? Nem tudom, de Factor Fiction 66 feliratkozó, majdnem 66.600 600 feliratkozó, csak halkan mondom nektek. Az Antikrisztus 10 parancsolata. Az Egyesült Államok egyik legtitokzatosabb, de minden bizonyal legtöbbet vitatott értékű építménye a Georgia Guide Stones, azaz a georgiai iránykövek. Na várjál már, ilyen van. Én tényleg azt hittem, hogy az egy ilyen stonehenge dolog. Annyira műveletlen vagyok, hogy ilyen kollega ragad rám egy kis kultúra. Az a... De ez a Csabi jó? Mert ő, tudom, ő, ő game-gameplay-ezik is, ugye? Meg ő ilyen nagyon régi arc. Én nem tudtam, hogy neki van ilyen csatornája. Amerikai stonehenge is nevezett építményhez nem járnak turisták ezrei, tövében nem fényképezkednek összekapaszkodó fiatal párak. Ide inkább csak a misztériumok... Akkor köszönjetek szépen a Csabinak rendesen. Ő nagyon régi motoros egyébként, le a kalappa, respekt neki. Összeesküvés elméletek hívei látogatnak. A Georgia Guidestones minden követ titok, és útmutatásait mindenki máshogyan értelmezi, de egy valami biztos. Én erről nem is hallottam, hogy ilyen van, de kurva érdekes. Aki már most. Valaha is hallott róluk, olvasta a kövekbe vésett sorokat, nem feledi azok tartalmát. A kövek fizikális és szellemi útmutatást is hordoznak. Kerüld el az ostoba törvényeket és a haszontalan hivatalnokokat. Haló? Mi ez tényleg ilyen rendszerellenes izé? Ne basszatok már! De nem feltétlenül nekünk, a ma emberének, inkább tűnik úgy, hogy a sorok egy eljövendő apokalipszis túlélőinek szólnak. Én azt hittem, hogy ez ilyen izé lesz, ilyen kicsit vicces, cringe rajta, lapos föld, meg ilyenek, de ez kurva jó. Az emlékmű Atlantától 145 kilométerre keletre, az alig néhány ezres Elberton városkától 15 kilométerre a Georgia Highway melletti, szinte kietlen területen található. Ilyen Igen, azért nincsen túlkapva, tehát hogy nem látom a, komplexumokat így körülötte, tehát még egy mobil WC sincs kirakva. Köveket az útról is lehet látni, az autópályáról lehajtósább vissza az építmény lábához. A kövek egyenként több mint 20 tonnásak, és közel 6 méter magasan emelkednek a földfelszín fölé. Ez így kimondva egyébként nem hangzik soknak a 6 méter. De hogy egyébként az? Tehát, hogy van az a dolog, amikor azt hallott, hogy 200 méter, akkor érted, hogy magas, amikor azt, hogy kettő, érted, hogy egy magas ember. De hogy ezek azért rohadt nagyok, ha 6 méter magasak. Az emlékmű első ránézésre is az ősi angliai druida kultusz helyett a Stonehenge-et idézi, nem véletlenül. A négy gránit tömbből és egy fedőlapból álló építményt a stonehenge hasonlóan úgy tájolták. Úristen, ez kinyírja az OCD-met. Mi ez a tájolás? Ha mé nem lehetett derék derékszögbe lerakni azokat a rohadt táblákat, az Isten áldjon meg! Ahogy néz ez ki! Hát ilyen a Cities-be meg egyszer leraknék, agyvérzést kapnék. Tehát, hogy az égboltot tükrözze vissza. Innen lehet tudni, hogy antikrisztusi. Hát direkt ellenem hozták ezt létre. Vissza a precíz... Várjál most ilyen ilyen Krisztus párhuzam saját magammal? Em, nem annak szántam, bocsánat elhelyezett át a napsugarak minden délben az adott dátumra mutatnak, emellett tájolásoknak köszönhetően a napi egyenlőséget és napfordulókat is követni lehet rajtuk, továbbá a boldozati nyíláson át lokalizálni lehet a sarcsillagot is az égen. Ne basszál már ki, hogy ez egy űrteleszkóp is, meg egyben egy, egy napóra. Most ezt jól értettem? A napi egyenlőséget és napfordulókat is követni lehet rajtuk. Hát én azt hittem, csak valaki épített egy fölülről x kinéző táblát, hogy féljenek tőlünk az ufók. Hát ha látták az új reményt, de nem. Továbbá a boldozati nyíláson át lokalizálni lehet a sarcsillagot is az égen. A hatalmas kövek mellett található egy földbe gránit gránitkő is, amelyen különféle adatok és magyarázatok olvashatók a kövekkel és azok elhelyezkedésével kapcsolatban. De ja, hogy a kőnek minden oldalán ugyanazok a parancsok vannak csak más nyelven, hogyha jól értettem a feliratból? Ezen kő azt is jelzi, hogy egy időkapszulát helyeztek el a földben, ám ennek se az elhelyezési dátumát, se a felnyitása időpontját nem adták meg rajta. Ezt még nem találták ki, azt félbehagyták. 1979. júniusa. De milyen jó, hogy használati útmutatót hagytak ezekhez a izé kövekhez. Hát a Stonehenge-nél nincsen semmi ilyen. Azt azért akarjuk ott a fejünket, hogy melyik UFO-nauták csinálták. Ehhez van a használati útmutató, ott a manuál mellette. Elbert megye, Georgia. 79. Egy pénteki napon az Elberton Granite Finishing Company irodájába egy őszülő hajú, elegáns úriember lépett be, aki a társaság elnökét Joe H. fenley kereste. A különös bemutatkozás során a rejtélyes férfi Robert C. Christian néven mutatkozott be, ám azonnal jelezte. Magyar volt, Christian, magyar volt, ismerem! Ott alsó puszta mellett kettő, ott a harmadik-negyedik utcában lakott. Földin ismerem a Christian-t. A magyar, hát mindennek magyar vonatkozása van. Nem a valódi neve, mivel azt szeretné titokban tartani. Az ő szavait idézve azt mondta, hogy egy kis lojális amerikai csoportot képvisel, amely egy kifejezetten monumentális építményt szeretne Elberton környékén felállítatni. Rosszul kezdődik a kis, kis, de határozott amerikai csoportokkal. Elmondása szerint azért erre a kis georgiai városra esett a választásuk, mert itt találhatóak a legszebb gránitkövek, kellemes az időjárás és elég messze van a különböző turista látványosságoktól. Azért nem nagyon értettek a misztikum keltéshez ezek, tehát azt hittem minimum az lesz, hogy ott vannak a föld csakrák vagy a sátánt ott temették el 15.666 évvel ezelőtt, és miért odaépítettek? Há, azt mondta, szép az idő, az meg oda akarunk építeni. Ráadásul neki személy szerint az ők anyja is erről a vidékről származott. Mr. Christian elmagyarázta Mr. Fenlinek, hogy olyan speciálisan faragott gránitköveket szeretne megrendelni, amelyek bármilyen földi katasztrófát képesek túlélni. A gránit tömbökbe a világ nyolc nyelvén kellene olyan feliratokat vésni, amelyek útmutatást adnak majd az apokalipszis túlélői számára az új világ felépítéséhez és irányításához. Meg ugyanitt megkérdezte egyébként a gyártóktól, hogy atombomba készítésében nem tudnának-e segítkezni. Nem volt gyanús. Mr. Friendly az építmény átadása után nem sokkal egy tévéműsorban tett nyilatkozatában azt mondta. Azt hittem, elment az eszem, vagy ha nem az enyém, akkor az öreg úré. Azon járt az agyam, hogyan rázzam le. A valódi ár többszörösét mondtam neki, elvégre ez egy hatalmas mű, amely rengeteg munkást, szakértőt és különleges eszközöket igényel. Ő azonban csak némán bólított és arról érdeklődött, mikor lehet kezdeni a munkálatokat és mikor lesz kész. Hát Lambóval parkolt le a izé gyártó előtt, sejtették volna. Be kell vallanom, aggódtam a pénzkérdés miatt, ezért úgy döntöttem, tovább küldöm a Granite City Bank igazgatójához. Vajetszi Martin bankigazgató, a második és egyben utolsó ember, aki Elbertonban személyesen találkozott Robert C. Christiannal. A több mint 80 éves öreg úr így emlékezik. Friendly felhívott, és azt mondta, egy furcsa ember itt egy őrült emlékművet akar állítani, átküldöm hozzá pénzügyekben. Amikor az úriember megjelent a drága öltönyében, ízes beszédével, rögtön tudtam, hogy komolyak a szándékai, és egy művelt emberrel beszélek. Azonban amikor közölte, hogy álnevet használ, megint elment a kedvem az egész ügytől. Elmondta, azon gondolkozom egyébként mindeközben, hogy aki gyárt, most tök mindegy, hogy mit gyárt, kőtáblákat, szobrokat, bármit. Annak milyen morális kötelezettsége van, hogy milyen rendelést készít el, vagy miért nem? Tehát, hogy ez ez a személyre van bízva, ez cégpolitika kérdése? Tehát, hogyha én akarok egy 25 méter magas kültáblát, amiben nagyon csúnya szavakat vésnék bele, tehát mondjuk az van ráírva, hogy fasz, akkor azt a kivitelező jogában áll eldönteni, hogy megcsinálja, vagy nem, vagy erre vonatkoznak törvények. Ahogy a csop... Értelemszerűen visszautasíthatja. Hát nyilván jogában áll elállni, de hogy egyébként ez csak rajta múlik, vagy vannak ennek jogi korlátai? Csoport, amelynek tagja... Még igen, 70-es évek vége, Amerika... Igen. Cégpolitika és személyes megítélés kérdése. A több... Egy, egy, 25 méter magas kőkuki. Azt a van az a pénz. Mint 20 éve tervezi ezt az emlékművet, és most... Nincs ilyen jogi korlátok, okay, és köszi. Most jött el az ideje, hogy ez el is készüljön. Ott az Illuminati! Ez az emlékmű nem csupán gránitkövek csoportja, de útmutatás, kalendárium, óra és iránytű is egyben. Azonnal közöltem vele, hogy ez... De amúgy mennyire durva, az meg, hogy leraksz 6 darab kőtáblát, és egy csomó mindenre jó. Aztán azt próbálod megérteni, hogy hogyan működik a tévé, hogy hogy, hogy mennek bele a, 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 a fotonok, így hogy mennek bele a képbe, hogy így színe, honnan jön az áram? Hogyan működik? Hogy jönnek a áram bele a telefonodba is? de hogyan működik? A bazd meg. Hát lehet hat darab kődarabbal is órát iránytűt, meg csillagvizsgálót csinálni. Azt értsem meg, hogy működik a mobilom. Ezzel az erővel ki is dobhatja az ablakon a pénzét, de ő csak komolyan nézett és azt mondta, maga ezt nem érti. Ekkor kivittem a város főterére és megmutattam neki a 200 éves városalapítás emlékére állított emlékművünket, jelezve ekkora a legnagyobb gránitkő emlékmű, amelyet valaha készítettünk. Ő nem látott ebben problémát, jelezte, hogy hétfőn visszatér, addig bérel egy repülőt, hogy a magasból találjon megfelelő helyet az építménynek. A csávó az így határozottan érkezett. Ő hétfő reggel eldöntötte, az meg, hogy emlékművet csinál, meg iránytűt, meg, meg árnyékot, és. Na, ekkor már kezdtem komolyan venni, hétfőn vissza is tért, és én még egyszer kijelentettem, álnévvel nem adhat le rendelést, hisz így semmi biztosítékunk nincs, hogy a hatalmas munkadíj valaha is megérkezik. Ha miért nem fizeti ki előre? Ekkor Mr. Christian megígérte, hogy elárulja a nevét, de az soha nem kerül egy nyilvánosságra, élő ember meg nem tudhatja, hogy ki áll az építkezés. Any az IKEA! Hoppá! Akva svédek intézték el az antikrisztus táblákat! Hát nincs véletlen, a sors most lebuktatta. Úgy hívták, hogy Ike a Krisztián. Magyar gyerek voltak, aki Svédországba emigrált. A rohadt életbe. Hát végig itt volt a szemünk előtt a megoldás. A Cliffhanger. Írásba kellett adnom, és meg is esküdtem rá, hogy a Mik dokumentumokat vannak? az építmény elkészülte után megsemmisítem. Mr. kristián, azt is elmondta, a pénz különböző bankokból érkezik majd, hogy azt se lehessen lenyomozni. Előtt... Hát azért már a radicspeti a, a radicspet is az azért kihívhatnánk, hogy így különböző bankokba utalgatunk azért ott is megért volna egy házkutatást. Krisztián elhagyta a várost, felkereste még egyszer Fenli Gránit mestert egy cipős doboz társaságában. Ebben az emlékmű fából készített mása volt, valamint több oldalnyi matematikai, asztrológiai utasítás az építéssel kapcsolatban. Miután Fenli ezeket elfogadta, és a telefon is megérkezett a bank igazgató Martintól a tízezer dollár letétről, az is lehet, hogy... Izé, hibru nyelven csak egy húsgolyó recept van ráírva. Mr. Christian illedelmesen megköszönte a közleműködést és elköszönt. Engem soha többé nem lát, mondta, és készfogás nélkül távozott. Valóban, soha többé nem láttuk Elbertonban, mondja. Hogy csávónak. Fendley néha írt, érdeklődött a földvásárlással, az építéssel kapcsolatban, de soha nem jött levél tőle ugyanabból a városból. A titokzatos férfi végül 1979. október 1-én vásárolta meg a földterületet akkori tulajdonosától, a Wayne Mulinex gazdaságtól, ezután elkezdő a Batman év óta telep Wayne. Hmm. A munkálatok is a, grá a Bat Barlang fölé építette meg. Beszarok. Ráni tüzemben. Az emlékmű még az elkészülte előtt hatalmas port kavart a kisvárosban, mivel a lakók azt beszélték, Fenli és Martin összejátszanak és saját zsebükre dolgoznak. Az ügy olyan komolyan vált, hogy a két férfi vállalta, hogy elmegy a rendőrségre, hazugság vizsgálatra, amely meg is történt és mindketten igaznak bizonyultak. Beszarest. Fendi barátai, sőt a helyi lelkész is azzal vádolta a mesterembert, hogy az ördöggel kötött egyességet és az ő művét készíti ekkora odaadással. És baz meg, az ördög bankba tartja a pénzét? Hát ilyen hülye! Hát azért az ördögből kinézném, hogy KP-ba tartja a hátsó szekrénybe. Svájci bankokba tartja azért az ördög a pénzét, azt onnan finanszíroz, beszarok. Mielőtt azonban tovább mennénk, szeretnélek megkérni rá, hogy iratkozz fel a csatornámra, és a csengő megnyomásával kérj értesítést a majdani újabb feltöltéseimről. Eddig nagyon korrekt a videó, támogassátok az eredeti készítőt. Most kért meg szépen korrekten felnőtt ember módjára, ne kelljen nekem bunkóba is előadni. Kövessétek a Csabinyót. Pacsi érte. A monolitok közben gőzerővel épültek, majd öt és fél hónapos kemény munka után a monumentális emlékmű minden eleme elkészült, és a pontos tájolással a helyére került. A kövek asztrológiai tájolása olyan nehéz volt, hogy fendli segítséget kellett, hogy kérjen a Georgia Egyetem csillagászaitól. A négy külső kőnek úgy kellett irányulnia, hogy kövesse a nap éves vándorlását. A középső követ több szempont szerint kellett tájolni. Ebbe lyukat kellett vágni, melyen keresztül a sarcsillag állandóan. Mivel vágnak lyukat a gránitba? Tudom, hogy ezt így tudnom kéne, de fogalmam sincs. Azért az kemény, nem? Azért egy ilyen vastag izét átjukasztani. Gyémánt? Ránítjuk vágó. Vissugaras géppel. Nem, hát én is azért akartam kérdezni, hogy milyen anyaggal dolgoznak. Ja, hogy lézerkarda! Ja! Ja! Hát lehet, hogy nem is a sarkcsillagot jelöli bazd meg, hanem a halálcsillagot. Hát a szitek fúrták át. Hát tök egyértelmű. Da, tényleg, éhülye. látható, valamint egy rést is, amelyen a napfelkeltét lehet követni napfordulókor. De a gyémánt fúró, valószínűleg. Vagy ez a vizes téma. És napi egyenlőség idején. A zárókövön pedig egy. És ezért van X-Wing alakja. Hát megfejtettük az egészet, baszod. Hát X-szárnyú alakja van, és a halálcsillagot jelöli a lyuk rajta. Hát összeállt a kép. Hát na. Hát most három évvel a feltöltés után kell elmondjuk a Csabinyónak, hogy megoldottuk az egészet. Ilyet? Egy 7 8 rés kellett, hogy... Hát ez a lázadó bázis jelöli. Hát ott van alatta a Bruce wayne a barlangja, ő finanszírozza a lázadást, a Batman. Hát minden összeáll. Úgy, hogy ezen keresztül délben a napfény áthaladhasson, és meg... Várja, milyen nyelvek vannak? Hebrew, Sanskrit, eh, Indi... Swahili, az milyen nyelv? Görög, egyiptomi, babilon, angol, orosz. Hol a magyar? Az lehet ott van fölül, ott ki van tagarva. Ja, az a szua éli, köszi. Megvilágítsa a közé... A ja, spanyol. ...épső követ. spanyol van még. ...melyen ezáltal az évnapjai leolvas. Igen, mintha Netflix-en lennék, bazd meg. Ott van 82 nyelv, azt magyar sehol. Tatóak. Az emlékműfő eleme mégis az a nyolc nyelven angol, spanyol, orosz, kínai, arab, héber, hindi és szuahéli bevésett mondatsor volt. Hát 15 másodpercet kellett volna kibírjak a pofázásommal, de nem sikerült. Mely a négy külső kő mindkét oldalán látható. A kövek tetején négy nyelven, egyiptomi hieroglifákkal, klasszikus görög nyelven, szanszkritül és babiloni ékírással, magyar nyelvre fordítva ez olvasható. Onnan lehet tudni, hogy ez az egész csak egy gigantikus prank, és valaki csak fancyzni akar az Illuminátival, hogy miért írt rá holt nyelvet? Tehát, hogy ember nincs, aki azt el tudja, majd az, 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 majd az Antikrisztus, amikor megszületik, az az, az izé szanszkritul akarja elolvasni, vagy miért? Az van ráírva, hogy ő nem nyert. Legyen ez útmutató az értelmes, észszerű kor számára. Hát, hát látjátok, ők segíteni akartak nekünk, de beszoptuk. Egyszerűbb lett volna létrehozni az egy weboldalt, mint a gránit táblákat. Ja, de mondjuk apokalipszis mentesre akarták csinálni. Az irányköveket e videó feltöltésének nap... Igen, az van ráírva, hogy ön itt áll. <laughs> <laughs> Bocsánat. Ahhoz ...képest, pontosan 40 évvel ezelőtt, 1980, március 22-én avatták fel 100, más források szerint közel 400 fős közönség jelenlétében. De ki adta át? Hamarosan megjelentek az első turista csoportok Japánból, Kínából. Elberton rákerült a világ térképre, ám az első látogatók borzongba a kövek utasításait. Ez lehet egy médiahack amúgy lássuk, mik ezek az utasítások. Na elérkeztünk a szaftos részletekig. Mit üzen az utókornak a tábla? Mit akar nekünk mondani, ha megsemmisülne a világ? Mit kell tennie a társadalomnak, hogy újjáépítse önmagát? Tartsátok 500 millió alatt a népesség számot, összhangban a természettel. Éh. Jó, Hát ezt el, ez, 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 ez az 1980-ban adták át, amikor 4,5 milliárdnál jártunk? Igen. Ők már értették, hogy ebből gond lehet. Már ekkor az 1980-as évek... Hát ide egy ilyen triplatánoszt kellene hozni gyakorlatilag. Elején is 4,5 milliárd ember élt a Földön, így elkezdődtek a találgatások, a New World Order, azaz az új világrend irányított népesség pusztításáról, a kövek pedig további utasításokat tartalmaztak erre vonatkozóan. Sose feküdj le, viszketőseggel talán szándékosan, ja nem, nem ez volt a következő, a bocsánat, elterjesztett és vagy irányított járványokkal próbálják majd elérni a kültáblákra írt népesség számot. Hát de ez nem arra vonatkoznak a... De hát ez már apokalipszis utáni utasítás. Szaporodjatok bölcsen, fejlesztétek az állóképességeteket, törekedjetek a sokféleségre. Ez olyan, mint amikor a mainstream videós akar értéket képviselni a tartalmába. Kedves nézőim, próbálj, legyetek kreatívak, mindig a céljaitokat tartsátok szem előtt. Nagyon fontos, hogy éljetek határozottan, és a meggyőződésetekről legyetek meggyőződve. De legyetek nyitottak a világra, és cselekedjétek meg, amit meg kell tenni. Én azt tanácsolom, hogy legyetek őszinték, és bízzatok embertársaitokban. Ezen kívül pedig világbéke. Köszönöm szépen. Nem kell megtap... Nem kell me Na, nem kell, nem kell. Hát én ilyen én multitalentum vagyok. Nem csak könnyed, fingós vicceket kínálok nektek, hanem ilyen mély életbölcsességeket is. Köszönöm. Nagyon szívesen, srácok. Nem volt. Nem, az első az egy visszak direkt tanács volt. ez, ez, ez úgy ne, Legy legyetek sokfélék. Fejlesztétek az állóképességeteket. E ezek ilyen árja tanácsok, vagy. De a sokféleségre. Nem volt túl nehéz párhuzamokat vonni a náci nézetekkel sem. Hát lehet, hogy a fordítás nem az igazi, nem tudom. Így a kedélyek hamar. És tényleg? Hát hogy beletapfáltam, amit egyből náci? Prosan a tetőfokra hágtak, és a televízióban is mindennapos téma lett az emlékmű üzenete nem is lőttem annyira mellé. Hát ját, nem vagyok a hülye, csak kicsit. Egyesítsétek az emberiséget egyetlen élő nyelvvel. Ez mondjuk nem lenne hátrány alapvetően. Felmerül a kérdés, hogy globalizált világban nem lenne egyszerűbb egyetlen nyelvel élni, de hát senki nem akarja elengedni az agyanyelvét. Én azt mondom, ha mindenki magyarul beszélne a világon, -e, megengedem nekik. Így ezt tudnám hozzátenni. De hogy azért ne a szanszkritot vagy a szuaélit válasszuk. Egyesítsétek az emberiséget egyetlen élő nyelvvel, azt nyolc nyelven vésett fel a táblára. Szól a harmadik utasítás, amely azonnal meghúzta a vészarangot a világ hívői számára, hisz már a jelenések könyve is megmondta, óvakodjunk a közös nyelvtől, az egyesített irányítástól, hiszen... Ez van a izébe. Én nem tudtam, hogy ez benne van a Bibliába. Hogy, hogy, a közös nyelv az rossz dolog, mert akkor izé totalitáriánus világrendszert lehet kialakítani? Vagy mi? Bábel tornya. Ezek az anti... Nem így van benne. Na akkor ez egy ferdítés. Krisztus erősítik. Lássuk, mik a további utasítások. Olvasd több bibliát, Nesszali barát. Hát amúgy kéne. Ilyen kulturális alap dolgokkal nem ártana tisztában lenni egyébként attól függetlenül, hogy az ember hívő vagy nem hívő. Nem csak a Bibliát kéne elolvasni egyébként, ezek a vallási könyvek amúgy kurva érdekesek. Tartsátok a hitet. Amúgy filozófiát kéne többet olvasnom, de majd, eh, majd beleöregszem. Ráérek okos lenni öregkoromra. Szenvedélyt, tradíciókat és szerű keretek között. Tartsátok a hitet, szenvedély, tradíciókat észszerű keretek között. Fú! Hát ez azért kicsit már kezd átmenni ilyen Oravec Nórába, már elnézést kérek. Védje a nemzeteket és az egyes embereket az igazságos törvény és bíráskodás. A nemzetek dönthessenek saját ügyeikben, a nemzetközi vitákat pedig a világbíróság döntse el. Miért akarnak nemzetállamokat, hogyha eleve az volt az egyik izé, hogy globalizáció és legyen egy nyelv? Ne legyenek piti törvények és hasztalan hivatalnokok. Ja, ezt olvastuk a videó közben. Az egyéni jogok és a szociális kötelezettségek legyenek egyensúlyban. A lányoknak ne lehessen túl hosszú hónajszőre. Tehát, az meg, már bocsánat. Értékeld az igazságot. Elnézést kérek a lányoktól. Szépséget, szeretetet, keresd a harmóniát a végtelennel. De most ez a tábla, ez egyszer náci, egyszer meg kommunista, egyszer globalista, egyszer nemzetállamhívő. Hát mondom, ez a világ legnagyobb prankje. Ne légy a földrák fenéje. Hagy teret a természetnek. Hagy teret a természetnek. Na, ez ez jó, ez tetszik, ez mond valamit. A helyi lelkész agodalmai hamarosan beigazolódtak. Az emlékű átadása után közvetlenül. Valójában azon gondolkozom, hogy ezek direkt ennyire nehezen konkretizálható dolgok-e, hogy többféleképpen lehessen értelmezni, és nagyobb hatást váltson ki egy atlantai 13 fős boszorkány csoport azonnal adoptálta a georgiai köveket, mint új, messzi otthont. Jöttek a góccsajok szelfizni, abba a pillanatban trending. És hétvégéken zarándokoltak ide. A város lakói szerint volt minden istennek nem tetsző tánc és ének, boszorkány mágia és... Kecskefejű mesztelen asszonyok. ...varástüzek, valamint rengeteg csirke veszette el a fejét. <laughs> Ők régen a haverokkal mi is sokszor játszottuk azt, hogy csirkelábakkal dobáltuk egymást, meg szurkáltuk. E Kezdem azt érzni, hogy a közben túl sok személyes történetet osztok meg. Mondja valaki a cseten, hogy ti is játszottatok csirkelábakkal annak idején gimiskorot. Nem? Nem? Na mindegy. Aztán a Georgia Iszónról hosszú évekig nem beszélt senki. Majd 2008 óta újra megdövekedett az érdeklődés a kövek iránt, amikor antiglobalisták megrongálták őket, különböző globalizáció ellenes feliratokat fújtak rá. Azóta Alberton Ez olyan szörnyű. Miért csinál valaki ilyet? Éh. Jó tudom, ez egy olyan. <laughs> száj nagyon állást foglaltál, de az ez olyan puttó dolog. Páros videókamerás megfigyelést tart az emlékmű körül. A rejtét tovább növeli az a jó pár évvel ezelőtt elhelyezett sarokkő, amelynek látható oldalain a 20-as és a 14-es szám van bevésve. Azt Jóska gyerek oda az fő kalapálta. Ezt a kis kockát egy alabamai férfi, William Jeremiah 2009-ben ellopta és hazavitte. A térfigyelők a... <laughs> ki akarta támasztani a konyhajtót? <laughs> Édes faszom! <laughs> a maráknak köszönhetően gyorsan elkapták, és a kocka megkerült. Ekkor fedezték fel, hogy a sarokkő minden oldalán található egy véset, tehát nem csak a 20 husza... Ott az Instagram. Az MM az mi? Az MM az, 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 az a az a, az a magyar énekes kisfiú volt, a Justin Bieber, a... Sunshine Beach for mi, mi, volt az a zene? Az, az, nem mondom, hát ez egy magyar építmény. Vagy a matchmaking. Ra rankoltak csébe, lehet. a Vagy az Emendem cukorka. 14-es szám van rajta. Jó, a Memento Mori emlékezz a halára, ilyen intelligens dolgokat nem mondjatok már. A kocka további oldalain olvashatok még a 8-as, a 16-os szám, az MM és a JAM szavak. A Egyszer úgy csinálnék egy ilyet. De bármit, egy teljesen értelmetlen fasságot, ami évtizedekig tudnak gondolkozni az emberek. Hogy vajon mire gondolta lesz száj, amikor ezt? Amikor ezt készítette? Mi lehet? Mi lehet az értelem mögött? Persze nem akarom elbagatelizálni, biztos van ennek jelentése, meg sarok. Csak hogy jó lenne egy ilyet egyszer. Ő elhelyezését az angol feliratos tábla jobb felső sarkában előre megtervezhették, mivel helye a korábbi képeken is látszik. Hogy mit jelentenek ezek a betűk és számok, szintén nem tudni, de valószínűleg azért kerültek oda, hogy egyszer valaki megfejtse őket. Vagy valakinek a telefonszámát írták rá föl annak idején. A kövekkel kapcsolatos teóriáknak se szeri, se száma. Rengeteg könyv, folyóirat, cikk foglalkozik a lehetséges magyarázatokkal, a legismertebb ezek közül Mark Dice konspiráció elmélet tudós könyve, aki szerint a kövek az új világrend parancsolatai, az elité, akik túl fogják élni az apokali... Ott van Aliens and Reptilians, ott a felirat. Az a lényeg hisz rájuk tökéletesen felszerelt, minden lehetőségre kialakított, rejtett bunkerek várnak a Föld alatt, ha Hát ott a Batcave, hát én már a, a videó ötödik percében megmondtam, ott van alatta a Batcave, a batcave a belépési kódjai voltak azon a kockán. a világ vége esemény bekövetkezne. Dice szerint Mr. Christian ennek a sátánista közösségnek volt a tagja, és éppen a megtévesztés miatt választotta az álnevét, akár az Antikrisztus. Mr. Martin, a bankigazgató 2009-ben az utolsó nyilatkozatában azt mondta az őt kérdező riportereknek. Mr. Christian sosem tűnt elvetemült, sátáni embernek, ám amikor... Ezek sosem tűnnek azoknak. Amikor ezeket a könyveket olvasom, úgy érzem, el kéne mondanom, amit tudok, de nem fogom, hisz ígéretet tettem. Idézem a beszélgetést. Figyeljél már, ne mondd már el, hogy ez az egész egy kurva nagy trollkodás, jó? Beszopatjuk őket, <hőző> jó, nem mondjuk el, jó, ez Mr. Bibel, most már ön 80 éves, elmondaná nekünk, hogy valójában tényleg sátánizmus történt, és az új világrendet kívánják felépíteni ezekkel a táblákkal? Nyilván nem mondja el, hogy ez egy kibaszott nagy trólkodás, mert egy kicsit kevésbé lenne kiegélégítő a válasz. Az egyetlen dolog, amit nem tettem még meg, hogy nem semmisítettem meg a dokumentumokat, de megmutatni senkinek nem fogom. Uh oh, 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 oh. itt vannak a farzsöbenbe, de kisfiam, hogyha az a szép fiatal riporter, hogy nem fogdossa meg a hátcsófertályomat, sajnos nem találhatja meg ezeket a papírokat. <laughs> Néha arra gondolok, könyvet kellene írnom nekem is. De aztán leteszek róla, mert emlékszem, vissza Christian azt mondta, hogy ki vagyok és honnan jöttem, titokban kell, hogy maradjon. A misztériumok így működnek. Ha azt akarjuk, hogy az emberek érdeklődjenek, nem kell mindenbe beavatni őket. Gyakorlatilag kijelentette a csávó, hogyha elmondana az igazságot, onnantól kezdve senkit nem érdekelne, ezért nem mondja el. Furcsa belegondolni, hogy miközben az egész világ csak találgat, ez az idős ember ismeri a Földön egyedül a titkot, de legalábbis Mr. Christian valódi nevét. A georgiai iránykövek pedig nem veszített titokzatosságából az elmúlt évek alatt sem, sőt, talán a világban történt események miatt, mint például a koronavírus megjelenése, talán még jobban előtérbe kerültek a rajta lévő utasítások, mint például a világ népességének szinten tartására vonatkozó mondat. Legyen minél több előfizetős szolgáltatás az interneten. Ez a parancsom. Majd száz év múlva, amikor rám gondolnak, ifjabbik gyermekeitek, akkor mondjátok nekik, hogy illuminátus voltam, és megjósoltam a jövőt. Nos, azt, hogy mi a jelenkor emberei megérjük-e azt a korszakot, amikor való... Legyennek beazonosíthatóak az emberek az interneten. Ez a második parancsolatom. Óban szükség lesz a köveken találatú... Sose hagyd ott a hármas isokot. Utasításokra nem tudni, de talán akkor járunk jól, ha nem. És hogy melyik amerikai csoport rendelte meg az emlékművet, arról is csak találgathatunk. Talán az Illuminati, a Bilderberg csoport, a Koponya és Csontok, esetleg más titkos szabadkőműves társaság? Ide mindig elszoktam sütni egy zsidós poén, de most már félek, hogy tényleg valaki azt hiszi, hogy rasszista vagyok, úgyhogy nem merek. Ez egy felelősségteljes felnőtt ember influencer csatornája. Tartsuk a humort korlátolt keretek között. Na, hm, mm. tehát. Hát most tulajdonképpen mégis els, na mindegy. Nos, a választ valószínűleg sosem tudjuk meg. Kérlek, írd le kommentbe, hogy mit gondolsz az elhangzottakról. Ez ugye like a... én, mint Bipsi nyomasd. Ja, nem volt poén, csak <laughs> hogy kicsináltatta videót, ha tetszett, ha nem tetszett, nyugodtan diszlájkold, iratkozz fel a csatornámra és nyomd meg a csengőt is, nehogy lemaradj a következő érdekes témáról. Nézd vissza a korábbi videóimat is, mert biztos, hogy találsz még számodra érdekeset. Köszönöm a figyelmeteket, sziasztok! Na, amúgy nyilván szétrólkodtam, mert azért vagytok itt, hogy a hülyeségemet hallgassátok, de amúgy szerintem rohadt jó volt, tehát én amúgy bírom ezeket, tehát én régen is, hát még amikor blogok voltak a menők, én rég sok konteót olvastam, mert tök érdekesnek találtam. Én nem tudtam, hogy, hogy van ilyen ismeretterjesztő rejtélyes csatornája a Csabinyónak, de hogy még most is aktív. Tehát, hogy folyamatosan tölt... Jó, mondjuk, nyilván nem vagyok képben olyan a, a, a youtuberekkel, mert nincs időm nézni, de hogy szerintem rohadt jó volt. Tehát, hogy nyilván minden trollkodásom ellenére azért azt hangozzon el, hogy yes! Yes! baromi érdekes volt, soha nem hallottam róla, én mondjuk ez sokat nem jelent, hanem engem minősít, de tök jól összefoglalta az eredetét, a jelentését, az ezzel kapcsolatos kérdéseket, mi az, amit tudni lehet róla, mi az, amit nem, úgyhogy én adtam. Tök jó volt végig a hangulata, jók voltak a vágóképek, az archív felvételek. Én nagyon adtam, úgyhogy uh, nem is csodálkozom, hogy ennyi megtekintés van ezen a videón. Az még fontos, azt írtátok, uh, itt a cseten, hogy felrobbantották tavaly, vagy hogy tönkre tették. Azóta ez fel lett robbantva 2022-ben. De már, hogy ez hülye kérdés, de hogy terrorcselekményként lett felrobbantva, vagy hivatalos szerváltal eltávolították. Tehát azt mond, azt hangzott el a videóban, hogy be van kamerázva, nem? Kilőtték sniperrel a kamerákat? Valaki megrongálta. Mert hogy mintha azt mondta volna, hogy már be van kamerázva, amikor először tönkretették. Egy kőnek lett kampeca. Aha, terror cselekmény volt. Július 6-án hajnali 4 órakor ismeretlenek merényletként rob... merényleteként robbantás rázta meg az emlékművet. Aha. A kamera csak felveszi, nem előzi meg. Jó, igen! <laughs> jó, jó. Nice, nice. Köszönöm szépen. Eh, jogos. Jogos. Hát megpróbálták berobbantani a betkéfnek a plafonját. Valaki rájött előttem, hogy mire élik alatta. Megpróbálták, nem sikerült. Minden esetre a hülyeséget félretéve le a nagyon-nagyon élveztem, úgyhogy ha csak majd a Csabinyó azt nem írja, ha esetleg látja a reakciót, hogy takarodjak a csatornái környékéről az én cringe hülyeségemmel, akkor lehet, hogy majd még nézzünk meg valamit mert ezek barami izginek néznek ki. Minden esetre kövessétek be a Factor Fiction csatornát, legyen a 66600 azért legyen meg neki, mert nagyon igényes volt, és, és nagyon tetszett, úgyhogy még egyszer. Jár a taps.